Az idei székesegyházi pásztorjáték főpróbáján már mindenki nagyon izgult. Az egyik kulcs szereplő Gábriel arkangyal, az ő látogatásával indul a történet. Én most Gábriel főangyal szerepét játszom, és én nagyon szeretem, mert már régebb óta szerepelek, és most jutottam ez a főszerephez, és nagyon élvezem, jó környezet, jó társaság, és nagyon jó hangulata van az egésznek. Mindig lejövünk a lépcsőn, és éneklünk, és a Lizával így tárkarokkal így állunk. A karácsonyi játék ötlete és forgatókönyvének alapja több mint 50 évvel ezelőtt született meg az akkori székesegyházi káplán és karnagy Herger Röder Miklós kezdeményezésére. Idén a több belvárosi intézmény diákjaiból verbuválódott csapat alkotja a szereplőgárdát. Ez a pásztorjáték egy egyszerű pásztorjáték, tehát nem a színpadiasságra van elsősorban a hangsúly fektető, hanem arra, hogy aki gyerek szeretett volna szerepelni, az meg tudjon jelenni ebbe a pásztorjátékba. Másrészt pedig ugye elsősorban a kisebb gyerekeknek, óvodásoknak, alsósoknak szól ez, hogy ugye amíg itt vannak, addig az angyalok tudjanak otthon dolgozni, és őnekik úgy gondoltuk, hogy egy ilyen egyszerű, de mégis zenével és színpadilag azért látványos dolgokkal sikerül ezt az eseményt úgy élvezetes és élményszerűvé tenni. A dramatikus játék során majdnem teljes mértékben a bibliai szövegek hangzanak el, és felcsendül sok közkedvelt karácsonyi ének is.